Sziasztok, ez a Silvermoon.hu pár perc pénzügy sorozata. Ma a kamatos kamatról lesz szó, arról, hogy miről szól a kamatos kamat, és hogyan látod ennek a hasznát. Az iskolából biztosan emlékeztek még a százalékszámításra, ez magának a kamatos kamatnak is az alapja. Rövid áttekintés, hogyha Peti betesz a bankba 100 forintot, mondjuk 5%-os kamatra, akkor az év végén Peti az iskolai példa szerint 105 forintot fog visszakapni. Nyilván az iskolában számlavezetési díj, kamatadó, egyéb hasonló költségekről nem esett szó, viszont ez képezi a kamatos kamat alapját is. Ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi a kamatos kamat, legelőször is nézzük meg a százalékszámításon túl, hogy mit is jelent maga a kamat. Definíció szerint a kamat nem más, mint a pénz használatának a díja. Tehát vagy te adod kölcsön, és akkor te kapod a kamatot, vagy pedig, ugye nyilvánvaló, hogyha te kéred kölcsön, akkor a hitelért te fizetsz kamatot. A kamatos kamatról már Einstein is megmondta, hogy a világ egyik legnagyobb matematikai felfedezése. Na most vagy nagyon nagyot tévedett az öreg, vagy tényleg egy hatalmas nagy jó dologról tudunk most éppen beszélni. Nézzük is meg, hogy miről szól maga a kamatos kamat alaplogikája. Tehát fogod a kis pénzedet, berakod a bankba, kamatozik, a kamat periódus végén legyen az akár egy hónap, egy év, bármennyi, nyilván megkapod érte a kamatot. Ezt nem éled föl, hanem ugyanúgy visszateszed a bankba, hogy a kamatod is kamatozzon tovább, tehát egy megnövelt tőkét fogsz tovább dolgoztatni. Ennek következtében sokkal gyorsabban fog neked a pénzed növekedni, mint hogyha mindig csak kivennéd a pénzedet. Ezen az ábrán azt ábrázoltam, hogy a példabeli bankba beraktál 5%-os kamatra 1 millió forintot. Az egyik esetben mindig kiveszed a kamatod, a másik esetben pedig kamatos kamattal visszaforgatod, mindig amennyivel többet kapsz, annyival többet kötsz le a következő évben is. Ahogy látod, sokkal-sokkal jobban jársz hosszú távon, hogyha mindig-mindig visszakötöd a pénzedet. De ez az alapelv az nem csak arra működik, hogy megnézd azt, hogy mennyivel lesz több pénzed. Sok-sok minden másra is alkalmas. Tehát olyanokra például, hogy meddig kell bent hagynod a pénzedet, adott kamatláb mellett, hogy elérj egy bizonyos tőkéig. Tehát célod az, hogy mondjuk vegyél egy autót, kerüljön mondjuk az autó 2 millió forintba, most van jelen pillanatban 1 millió forintod, akkor meddig kell kamatoztatnod a bankba azt az 1 millió forintot, hogy vehess egy autót? Vagy hány forintot kell elhelyezned adott kamatláb mellett, hogy adott összeg rendelkezésedre álljon bizonyos időpontban? Illetve nyilván ki tudod ebből számolni azt is, hogyha fölkínálnak neked két különböző kamatot, akkor melyiket kell elfogadnod, hogy biztosan a rendelkezésedre álljon az adott összeg. Itt nyilván a magasabbat fogod elfogadni, de hogyha számolni szeretnéd, akkor meg tudod nézni, hogy melyik visz téged biztosan célba. Idáig ez mind szép és jó, ugye? Remélem eddig tetszett. Most viszont jön az érme másik oldala. Ha ennyire jó dolog és ennyire sok mindenre ki lehet használni, akkor miért nem használják? Nos, ennek alapvetően kettő oka van. Az egyik, hogy amit most elmondtam, az mind színigaz, viszont nincs hozzá banki termék. Tehát hiába mész be a bankba, hogy szeretnél egy autót vásárolni, mondjuk 2 millió forintért, és van most 1 millió forintod, adjanak neked olyan kamatot, ami számodra éppen szimpatikus és hasznos, nem fognak tudni téged kiszolgálni. Most akkor mégis miért kellene számolnod? Miért kellene foglalkoznod a kamatos kamattal? És itt jön a másik ok, hogy nem is tanulják. Magában az iskolában az alapokat fektetik le. Ha megnézed ezt az iskolai példát, nagyjából eddig a szintig jutsz el egy érettségig. Ez a kisiskolás példa ugyanúgy, mint amikor gyöngybetűkkel megtanultál írni, ugyanezt a szintet le is oktatták neked a kamatos kamattal, tehát a pénzügyekkel kapcsolatban is. Innen kettő irányba tudsz tovább menni. Vagy elmész közgazdásznak, mint ahogy én tettem, és akkor számolod ezeket a példákat, mint amit most is látsz. Vagy azt mondod, hogy Jézus Mária, ez biztos nem. Akkor előtted egy másik út áll. Nézzük meg, hogy a mindennapi életben hogyan tudod felhasználni a kamatos kamatot. Az alábbi képen az önkéntes nyugdíjpénztárnak az opciói láthatóak. Ha van önkéntes nyugdíjpénztárad, akkor biztosan hallottad azt,
és sok esetben ezzel is adják el, hogyha megvan a 10 év, utána 3 évenként fölveheted a hozamokat. Ennek nagyon sok ember megörül, mondván, hogy plusz pénzt is kapok, a nyugdíjam is pipa, nagyon jó. Aha, tényleg jó, egy darabig. Nézzük meg, hogyha fölveszed a pénzt, akkor messze sokkal kevesebb nyugdíjvagyonod jön össze, mint hogyha nem vennéd föl a pénzt. Tehát, hogyha fogod magad, és nem veszed föl a pénzt, vagy fölveszed, de ugyanazzal a lendülettel vissza is forgatod, ennek előnye, hogy megkapod rá az SZIA kedvezményt, más előnye nincsen, akkor sokkal több pénzt vehetsz föl, mint hogyha azonnal fölélnéd. A másik opció, amit fogsz tudni te magad is használni, az a késleltetett jutalmazás. Ha tudod, hogy most csak cukorkákat tudsz venni, abból, ami későbbiekben kinövi magát, és bármit megkaphatsz érte, akkor türelmesen megvárod azt, hogy megnőjön az a tőke. És ez csak a késletetett jutalmazás. Nem kell hozzá főiskolai szinten példákat számolni, nem kell hozamot számolni, nem kell semmi egyebet, csak tudd, hogy sokkal-sokkal jobban jársz, ha kivárod azt az időt, amíg a pénzed dolgozik. Következő felhasználása nem más, mint amit említettem, hogy ha nincs hozzá banki termék, de neked szükséges, mégis az az összeg, mert adott esetben szükséges lehet valamekkora összeg a célodhoz, akkor meg tudod nézni azt, hogy mégis mit tudsz tenni. Fogod tudni azt, hogy egy átlagot tudsz nézni, és hogy milyen átlag növekedésre van szükséged egy adott gazdaságon belül, ahhoz, hogy célba érhessél. Ezt meg tudod tenni, akkor, hogyha nem a banki lekötésekben gondolkodsz nagyon szigorúan, hanem egy kicsit kintebb nyitod a lehetőségeidet, és a gazdaságba fektetod a pénzedet. Itt viszont már nem kamatos kamatról, hanem inkább hozamos hozamról tudunk beszélni. Ugyanúgy visszaforgatod a hozamot, ugyanúgy nem éled föl, és dolgoztatod a pénzt. Végül, de nem utolsó sorban fogod tudni értelmezni azt, amit a bankban mondanak neked. Nagyon-nagyon szépen szokott hangzani az, hogy hozza hozzánk a pénzét, kösse le akárhány százalékos kamatra, mert milyen jól jár. Ha te kiszámolod azt, hogy tényleg jól jársz-e, inflációval korrigálva is jól jársz-e, akkor fogod tudni azt, hogy a bank nyer, vagy éppen te nyersz. Fogod tudni értelmezni azt, hogy mit jelent az, hogy napi kamat, és esetleg, ha késedelembe estél volna egy hitellel, akkor most már fogod tudni, hogy a bank az napi kamatot számol a késedelemek esetében. Tehát minél több napot csúszol, annál drágább lesz neked az a történet. És ez mind a kamatos kamat alapelveire épít. Remélem tetszett ez a rész, ha igen, akkor iratkozz fel a csatornára, hogy elsőként kapjál hírt a frissítésekről.